Koncentráltan kezdték a meccset a hazaiak, az első negyed végére 9 pontos előnyre tettek szert a cápák. A folytatásban sem változott a játék képe, nőtt a két csapat közötti különbség, a nagy szünetre 17 pontos nyíregyházi vezetésnél vonulhattak le a játékosok. Fordulás után kiegyenlítettebb lett a játék, de a Vasas nem tudott közelebb kerülni ellenfeléhez. Boris Majkovics együttese kontrollálta a mérkőzést és tartotta 20 pont körüli előnyét. Az utolsó negyedet 3 ponttal ugyan a vendégek nyerték, de a párharc első felvonásán magabiztos nyíregyházi győzelem született. Szerintem jó felkészülünk, és mindenre volt válasz Videkézbe. Teljesen elégedett vagyok srácol ezen a meccsen, de ez a csak 1-0. Muszájunk ez a már gyorsan elfejteni, és már felkészülni a következő meccsen szerda. A vendégek edzője szerint már az első fél időben eldöntötte a mérkőzést a nyíregyházi csapat. 28-19-es első negyed után tulajdonképpen másik negyed végére kicsit közelebb jöttünk. Bejöttünk, ha jól emlékszem, 9 vagy 8 pontra, aztán megint elment a hazai csapat. A meccshez nem sok közünk volt, tehát 67%-kal közelíztek, amihez nem is nagyon tudtunk hozzáérni, úgyhogy a harmadik negyedben én részemről már elengedtem ezt a partit, és szerdára tartalékoltunk. A meccs legeredményesebb játékosa a 26 pontot szerző Emmanuel Ubija volt, aki a csapategységben látta a győzelem zálogát. A legfontosabb az volt, hogy járattuk a labdát, ezt edzéseken is gyakoroltuk, hogy minél több passzal próbáljuk befejezni a támadásokat, ez látszott is, nagyon komoly csapatmunka volt. A másik pedig, hogy az ő agresszivitásukat felvéve felül tudtunk kerekedni rajtuk, és a mi agresszivitásunk győzött ezen a mérkőzésen. A másik elődöntő első meccsén a BKG Prima Akadémia 132-84-re vert a Mavcot. A Nyíregyháza Vasas párharc szerdán folytatódik Budapesten.